Hogyan váltsunk könyvelőt 7 egyszerű lépésben anélkül, hogy jelenlegi könyvelünk az ellenségünké válna? Lehetőleg ne válts könyvelőt. Könyvelőt és nőgyógyász egy életre választ az ember. Ez egy bizalmi kapcsolat, nem érdemes évente váltogatni. Azért, mert kaptál egy olcsóbb ajánlatot, 5 év után egyszer hibázott valamit, ami nem fenyeget milliós bírsággal vagy a cég bedőlésével, vagy csak egyszerűen meguntad a stílusát, ne cseréld le, mert az új sem lesz mindenben tökéletes, még ha első ránézésre annak is tűnik. Akkor érdemes könyvelőt váltani, ha valami súlyos hiba miatt végleg meginog a bizalmunk benne, vagy ha azt veszük észre, hogy folyamatosan hanyag munkát végez. Ha mégis váltani kell. Egyszer egy pénzbehajtással foglalkozó tananyagban olvastam, mit szeretnél? Igazad legyen, vagy pénzed? Ugyanez igaz a könyvelőváltásra is. Próbáld meg sértődés nélkül megoldani, mert ha 3 év múlva kapsz egy átfogó, 5 évre visszamenő adóellenőrzést, akkor szükséged lesz a régi könyvelő együttműködésére, segítségére. Ha sértődés nélkül szeretnél könyvelőt váltani, azt higgadtan az alábbi terv szerint javaslom. 1. Gondold végig. Mit csinál jól? Mit csinál rosszul? Mit nem csinál? Mit csinálsz te rosszul? Mit nem teszel meg te? 2. Írd le. Fogalmazd meg egy levélben, és aztán ne küldd el neki. 3. Kérj személyes konzultációt. 4. Kérdezd meg a konzultáción, mit csinálsz szerinte te rosszul? Mit nem teszel meg te? Jegyzetelj. 5. Mondd el neki, mit csinál jól, mit csinál rosszul, mit nem csinál. Hallgass meg a válaszait. 6. Van még szándék az együttműködésre? Te hajlandó vagy változni? Ő hajlandó változni? Ha megígérted, változz. 7. január 1. Ha nem volt hajlandó változni, megígérte, de nem történt változás, tájékoztasd a szerződésbontásról. Az előző évet még ő zárja le. Január 12-én bérszámfejtés, 20-án áfa, május végén bérlegbeszámoló. Január hónapban még neki fizetsz könyvelési díjat, hisz akkor még a decemberben keletkezett számlákat könyveli. A beszámoló készítés díját még neki fizeted, akár májusban. Február elején az új, januárban keletkezett számlákat már az új könyvelőnek adod. 8. Miért ne válts könyvelőt évközben? A legjobb, ha soha nem váltunk könyvelőt. Ha alapítástól ugyanaz a könyvelő könyveli a céget, akkor ő mindent tud, hogy mit miért csinált, egy 5 évet átfogó ellenőrzésen a legjobban képviseli a céget, és a felelősség is egyértelműen az övé. A második legjobb megoldás, ha teljes lezárt évnek, január 1-től december 31 a gazdája az adott könyvelő. Így az adott évközi bevallásokért és az évvégi zárásért is ő vállalja a felelősséget. Ha évközben váltasz könyvelőt, és nem kéred január 1-től újra könyvelni, hogy ne kelljen újra kifizetni az előző könyvelőnek, amit már kifizettél, akkor ott megvan az esélye, hogy a hibának 2, azaz 0 felelőse lesz. Az előző könyvelő azt mondja, hogy annak évvégén záráskor kellett volna kiderülni és a helyére kerülni. Az új könyvelő pedig hozott anyagból dolgozik. Tehát összefoglalva, ha lehet, ne válts könyvelőt. Ha baj van, előbb próbálj meg vele zöldágra vergődni. Ha váltani kell, azt lehetőleg mindig évvégén tedd.